A magyar szó első száma Szabadvajdaság néven 1944. december 24-én jelent meg Újvidéken. A világháború ekkor még nem ért véget, de már megkezdődött az új társadalmi rendszer építése. A magyar nyelvű lap ezt szerette volna hirdetni. Az akkor négy oldalú kiadvány szerb cikkek fordításaiból állt. A lapot az egykori négy tagú szerkesztőség három napon át készítette. A tartalmi önállósodás eredményeként 1945. szeptemberében az újság felvette a napjainkban is jól ismert magyar szónevet. A háború után a szerkesztőség új tagokkal bővült, 1957 tavaszára pedig felépült a magyar szó székháza, amely igazi magyar sajtóközponttá vált a nyomdájával együtt. Ekkor már a lap önálló intézményként működött. A politikai szövegek mellett egyre több új műfaj jelent meg az újság hasábjain. Elkezdődött a magyar szó több évtizeden át tartó aranykora. Az újság több tízezres példányszámban fogyott, az újságírók a világot járva rendszeresen hozták a legfrissebb híreket. A magyar szót a világ legjobb magyar nyelvű napilapjaként emlegették. Az 1990-es években azonban csapások sorozata érte a napilap szerkesztőségét. Az újságírók száma drasztikusan csökkent, a magyar szót részben a háború ellenes hangvétele miatt a megszűnés veszélye is fenyegette. 2001-ben a nyomda telepi részlege leégett. Magyar Szólap kiadó Kft.-nek napjainkban közel 200 foglalkoztatottja van, akik nap mint nap arra törekednek, hogy közszolgálati jelleggel tájékoztassák a vajdasági magyarságot. Jelenleg az Újvidéki Központi Szerkesztőség mellett Szabadkán, Topolyán és Zentán is működtet szerkesztőséget a magyar szó. Az újság tartalmát és arculatát a négy szerkesztőségből a napi operatív ülésen résztvevő lap- és rovatszerkesztők határozzák meg. A magyar szó mellékletei egykor főleg szórakoztatási jelleggel indultak, mára azonban nélkülözhetetlen részeivé váltak, így minden számhoz társul egy-egy melléklet. Ezekben nagyobb teret kap a többi között a mezőgazdaság, az egészségügy, a sport, a művelődés, az irodalom és az ifjúság. Generációk nőttek fel a kis és nagy diákokat megszólító mézes kaláccsal és jópajtással, illetve fiatal művészek sokasága jelentette meg műveit a képes ifjúságban. A 2014-ben a magyar szót jelentős anyaországi kitüntetésben részesítették, megkapta a külhoni magyarságért díjat. A lap sajátos formáját képezik az élő újságok. Ezeket az újságíró-olvasó találkozókat a mai napig fontos eseményként tartják számon, falvakban és városokban egyaránt. A magyar szó rendszeresen képviselteti magát a legjelentősebb azonosságtudat megőrző eseményeken is. A magyar szó 2000 nyara óta rendelkezik internetes felülettel, amely folyamatosan fejlődik és nagy népszerűségnek örvend az olvasók körében. A magyar kormány és nemzetpolitikai államtitkárság hathatós támogatásának, valamint az alapító a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésének köszönhetően több mint 60 év után a székház felújítása is megkezdődött, illetve a fejlődés érdekében egyéb beruházások is megtörténtek.
alap fennmaradásához szükséges feltételeket a vajdasági kormány is biztosítja. A magyar szó a kezdetek óta kulcsfontosságú szerepet tölt be a vajdasági magyar közösség életében. Létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen. A 21. század kihívásait leküzdve a napilap napjainkban folytatja egyik legkiemeltebb küldetését, közösségünk identitástudatának megtartását és megőrzését. Tisztelt egybegyűltek, ünneplők és ünnepeltek, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket a Magyar Szó napilap fennállásának 75. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségünkön. Az év azon ritka napjainak egyikén, amikor mi, a Magyar Szó lapkiadó Kft. Munkatársai önmagunkra figyelünk, önmagunkat ünnepeljük. A Magyar Szó a vajdasági magyarság egyetlen napilapja, és egyik legfontosabb identitás megőrző intézménye létrejöttének 3/4 évszázados jubileum alkalmából. Itt hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy rendezvényünkön szimultán fordítást biztosítunk vendégeink számára. Poštovani prisutni, drági gosti, pozdravljamo vas na našoj svečanosti povodom 75 godina postojanja dnevnog lista Magyar Szó. Današnji dan je jedan od retkih kada novinsko-izdavačka kuća Magyar Szó obraća pažnju na sebe, slavi samog sebe. Magyar Szó, jedini dnevni list vojvođanskih Mađara, jedan od najznačajnijih institucija koje služe za očuvanje identiteta, slavi 3/4 veka svoga postojanja. Ovim putem želimo da vam skrenemo pažnju da na našoj manifestaciji obezbeđujemo našim gostima simultani prevod. Ünnepelni gyűltünk össze ezen a különleges napon, ünnepelni a múlt dicsőségességét és a jövő reményteljességét. Ünnepelni lapunkat, amely minden vajdasági magyar ember számára az újság. És ünnepelni azokat a kiváló kollégákat, médiaházunk dolgozóit, akik az újságot újsággá teszik, akik kiemelkedő teljesítményükkel mindannyiunk figyelmét és elismerő válveregetését kivívták maguknak. Okupili smo se da proslavimo ovaj specifičan dan, da slavimo slavom ovenčanu prošlost i nadom ovenčanu budućnost, da slavimo naš list novine vojvođanskih Mađara, kao i istaknute kolege, radnike ove medijske kuće, ljude koji stvaraju list i koji su svojim radom zaslužili pažnju i priznanje svih nas. Külön öröm számunkra, hogy ezen a jeles napon körünkben üdvözölhetjük Piritjiné Szabó Judit asszonyt, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetőjét. Posebno nam je drago što imamo priliku da ovde danas pozdravimo gospođu Juditu Szabó Piritji, rukovodioca odeljenja za saradnju u Državnom sekretarijatu za nacionalnu politiku Mađarske. Dr. Cserháti Eszter főkonzulasszony, Magyarország szabadkai főkonzulátusa képviseletében. Dr. Eszter Cserháti, glavnu konzulku Magyarske, predstavnicu glavnu konzulata u Subotici. Pálinkás Gábor ügyvívő urat, Magyarország belgrádi nagykövetsége képviseletében. Gospodine Gábora Pálinkása, predstavnika ambaszáde Magyarske u Beogradu. Igor Mirović urat, a tartományi kormány elnökét. Gospodina Igora Mirovića, predsednika vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Pásztor István urat, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. Gospodina Istvana Pásztora, predsednika skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i predsednika Saveza Vojvođanskih Mađara. Magiszter Hajnal Jenő urat, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét. Gospodina magistra Jenea Hajnala, predsednika Nacionalnog Saveta Mađarske Nacionalne Manjine. A Magyar Nemzeti Tanács alelnökét, végrehajtó bizottságának elnökét és megjelent tagjait, valamint a tanács szakbizottságainak tagjait.
potpredsednika Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine, predsednika izvršnog odbora i prisutne članove saveta. Nyilas Mihály urat a tartományi kormány alelnökét, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási, nemzeti közösségi, nemzeti kisebbségi titkárt. Gospodina Mihaja Nyilasa, podpredsednika pokrajinske vlade, pokrajinskog sekretára za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice. Dragana Milosevic tartományi művelődési tájékoztatási és vallásügyi titkárt. Gospođu Draganu Milosevic, pokrajinskog sekretára za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Limburger József urat a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési jogokat gyakorló testületének elnökét. Gospodina Józsefa Limburgera, predsednika tela ovlašćenih lica novinsko-izdavačke ustanove Magyar Szó. A Vajdasági Magyar Szövetség államtitkárait, köztársasági és tartományi parlamenti képviselőit, illetve egyéb tisztségviselőit, valamint az intézmények igazgatóit, jelenlévő képviselőit, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési jogokat gyakorló testületének jelenlévő tagjait, a Magyar Szó egykori és jelenlegi dolgozóit, a Történelmi Egyházak jelenlévő képviselőit, a média képviselőit és minden kedves egybegyűltet. Državne sekretare Saveza Vojvođanskih Mađara, predstavnike republičkih, pokrajinskih i gradskih organa i institucija, prisutne članove tela ovlašćenih lica novinsko-izdavačke ustanove Mađar Szó, prisutne članove verskih zajednica, predstavnike medija i sve ostale goste. Most pedig tisztelettel felkérjük ünnepi rendezvényünk házigazdáit, Ökrész Rozáliát, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Igazgatóját, és Varjú Mártát, a Magyar Szó Napilap főszerkesztőjét, hogy üdvözöljék az egybegyűlteket. Molimo domaćine naše svečanosti Rozaliju Ekres, direktorku novinsko-izdavačke kuće Magyar Szó i Martu Varju, glavnu urednicu dnevnog lista Magyar Szó, da pozdrave goste. Tisztelt ünneplő közösség, kedves munkatársak, kedves vendégeink! Felemelő ünnepünk van ma. 75 éves a Magyar Szó, a Vajdasági Magyar Közösség egyetlen napilapja. Háromnegyed évszázada immár, hogy lapunk folyamatosan tájékoztatja a vajdasági magyarságot, jegyzi, dokumentálja közösségünk életét, annak történéseit, gondjait, bajait, sikereit és ünnepeit is. Nem mellékes tény, hogy eközben lapunk írásaival 75 éve formálja a vajdasági magyar közvéleményt, rögzíti és értelmezi a politikai élet történéseit, és önti formába e magyar közösség igényeit, érdekeit, elképzeléseit. Büszkeség tölt el, hogy oszthatom önökkel a jubileum és ünneplés örömét, amely mögött gazdag újságírói életpályák húzódnak meg, sikeres igazgatók, főszerkesztők, szerkesztők, lektorok, korrektorok, nyomdászok, lapterjesztők és tudósítók sok éves önfeláldozó munkája. Most itt az alkalom, hogy mindezt meg is köszönjük nekik. A jubileum mindig az emlékezés és az ünneplés alkalma. Most mi is ezt tesszük. Emlékezünk és ünnepelünk. Emlékezünk azokra a 7,5 évtizeddel ezelőtti eseményekre, amelyek mostoha, inséges időkben útjára indították napilapunkat. Kek Zsigmond, Gál László, Lévai Endre és Majtényi Mihály voltak a lapalapítók, az úttörők, akik háborús körülmények között magyar lapot indítottak. Az első szám szerény 4 oldala 3 napig készült és Szabad Vajdaság néven jelent meg
1944. december 24-én. Egy év sem telt el, s 1945. szeptember 27-én a Szabadvajdaságból magyar szó lett. Ez volt a kezdet, és következett a több évtizedes, küzdelmes, megpróbáltatásoktól és kihívásoktól sem mentes munka, miközben a lap állandóan bővült, fejlődött, terebélyesedett. Ma, a 21. század elején egy nagy terjedelmű, frissen szerkesztett, sokféle, sokrétű és sokszínű sajtóorgánum. Az olvasók naponta várják megjelenését, híreit, írásait. Olvassák nyomtatott, de mind többen elektronikus formában is a világhálón. Ezt a bizalmat igyekszik a továbbiakban is megőrizni, erősíteni, azzal az igyekezettel, hogy a lehető legtöbb olvasóhoz eljusson. A jelenről szólva köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik ma is napról napra éltetik, csinálják a lapot, de a lap barátainak és támogatóinak is, akik nélkül a magyar szó nem vészelhette volna át a rég és a közelmúlt, de a jelen nehézségeit sem. Ugyancsak köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a múltban, de ma is azon fáradoznak, hogy megteremtsék, biztosítsák a magyar szó megjelenésének anyagi alapját. Köszönet nekik ezért és hála. Mert segítség, anyagi és erkölcsi támogatás nélkül nehezen jutottunk volna el a felemelő jubileumhoz. Köszönettel tartozunk az egykori és a mai alapítóknak, a Vajdasági Képviselőháznak és a Magyar Nemzeti Tanácsnak, a Vajdasági Kormánynak, a Művelődési Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárságnak, ugyanakkor a Vajdasági Magyar Szövetségnek is, amelynek hathatós gondviselését ezúttal szeretném külön is megköszönni Pásztor István elnök úrnak. És külön köszönettel tartozunk Magyarország kormányának is, hogy nemzetpolitikájával és az ehhez fűződő anyagi támogatásokkal segíti az itteni magyarság szülőföldön maradását és megmaradását. Segíti intézményeit. Médiaházunk, valamint a fórumnyomdánk felújítása is ennek a hathatós támogatásnak a segítségével vette kezdetét. Ugyanis, ahol nincs dinamika, fejlődés, onnan kiáramlanak az erőforrások. És lapunk, médiaházunk dolgozói közössége ezt a tényt igazolja. Felfiatalodva, új erővel, hittel, tenni akarással bizonyítjuk életképességünket, és visszük tovább, éltetjük tovább napilapunkat az előttünk álló évtizedekben is. Köszönöm figyelmüket! Háromnegyed évszázad. Egy újság életkorát igazán szemléletesen úgy tudjuk érzékeltetni, ha legalább vázlatosan visszatekintünk azokra a korszakokra, amelyekben élte az életét, és amelyek visszatükröződtek a lapban. A magyar szó háromnegyed évszázad alatt megalakult egy évszázada alatt megalakult egy ország, új társadalmi berendezéssel, majd évtizedek után megszűnt a rendszer és az ország egyaránt.
Háború végén született meg az újság, majd túlélt egy újabb háborút, és megmaradt. Nagy szenzációként fellőtik az első műholdat, 12 esztendővel később pedig az ember a holdra lépett. Megismerkedtünk a televízióval, hogy napjainkban már a számítógép és az internet váljon a mindennapi hírforrásunká és a kommunikációs eszközünké. Ennek ellenére 75 év múltával is a kezünkben tartjuk a magyar szót. A régi formájában, ahogy manapság nevezik, a papír alapú újságot. Fenyegette már a megszűnés veszélye, de túlélte a megpróbáltatásokat. Túlélte, mert naponta várják az olvasók, mert napra készen tájékoztatja a kis közösségektől kezdve a világeseményekig, a politikai törekvésektől a sport rendezvényekig minden érdeklődésre számot tartó témáról az olvasó táborát. És nem csak informál, hanem kommentál, magyaráz, szórakoztat és tanít. S még inkább kiteljesedik abban, hogy az anyalappal együtt naponta tematikus melléklet is az olvasó elé kerülhet. Nem vagyunk irigylésre méltó helyzetben egy cseppet sem. Az internet világában, amikor a honlapunk által mi is annak maradandó tartozéka lettünk, olyan korban, amikor a gyorsaság minden szakmai követelményt felülír. Éppen ezért mégis hiszünk abban, hogy a hatalmas információdömpingben, a káoszban és a gyorsasági versenyben még sokáig talpon tudunk maradni, sokáig szolgáljuk a magyar szóval a vajdasági magyar olvasótábort. Azért, mert az érdektelen helyett mi a fontosat, az értéktelen helyett a maradandót, az egyoldalú helyett a tárgyilagosat tálaljuk az olvasónak. Mindemellett a kinyomtatott szó nagy felelősséggel jár. Megmásíthatatlan dokumentumként szolgál az utókornak, miközben a virtuális véleményt a korok elvárásai módosíthatják. Kedves magyar szósok, kedves nyugdíjasaink, kedves itt dolgozunk, kedves vendégeink, barátaink, támogatóink, és nem utolsó sorban kedves hűséges olvasóink. Ezúttal szeretném megköszönni, hogy szeretik, tisztelik a lapot, a mindennapi törődést, az odafigyelést, a sok munkát, és legfőképpen a kitartást a magyar szó mellett. Isten éltesse a 70 éves újságot, Isten éltesse a magyar szót. Köszönjük szépen az igazgató asszonynak és a főszerkesztő asszonynak. Most pedig tisztelettel felkérjük Pirítiné Szabó Judit asszonyt, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetőjét, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Molimo gospođu Juditu Sabo Pirići, rukovodioca odeljenja za saradnju u državnom sekretarijatu za nacionalnu politiku Mađarske, da se obrati prisutnima. Tisztelt elnök urak, tisztelt igazgatóasszony, tisztelt főszerkesztőasszony, tisztelt államtitkár hölgyek és urak, tisztelt képviselő urak és hölgyek, hölgyeim és uraim, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága nevében. Mindenekelőtt szeretném átadni Potápi Árpád János államtitkár úr köszöntését a magyar szó egykori és jelenlegi újságírói, szerkesztői, főszerkesztői és valamennyi munkatársa számára. Amikor a magyar szó 75 éves évfordulójára emlékezünk, és amikor a
hosszú évek alatt ott munkálkodó egykori és mai alkotókra, munkatársakra gondolunk, akkor Mikszáth Kálmán, nagy írónk, aki egyben kiváló újságíró is volt, a Vasárnapi Újság 50. száma alkalmából megfogalmazott gondolatai jutnak eszünkbe. Lelkünkkel dolgoztak, s tudták, s érezték, hogy oltárt építenek, babonás hittel raktak követ kőre, apostolok voltak, akik nem vágynak egyéb dicsőségre, csak arra, hogy a közönségnek tessenek. A Magyar Szó dolgozói 1944. december 24-e óta követ kőre raknak, biztosítják a vajdasági magyarságnak és a vajdasági magyar családoknak a nagyvilággal és az egymással való összeköttetését. Mindenkori szerkesztői és munkatársai a legnehezebb időszakban sem adták fel küldetésüket. Szívós küzdelemmel tartották életben a lapot a 90-es évek nehézségei idején is, de napjainkban is, amikor a nyomtatott sajtó puszta léte is gyakran megkérdőjeleződni látszik. Ahogy egyik magyarországi kortárs írónk fogalmazott, az újság akkor jó, ha hangjában meghalljuk a magunkét is. A Magyar Szót mindenkoron ez jellemezte. Kiváló vidéki szerkesztői segítségével, a kezdetek óta az egész vajdasági magyar közösséghez szól, és az egész vajdasági magyar közösségnek szól. Cikkeivel egyaránt megszólítja a tömbben és a szorványban élőket, a kultúra, a politika, a sport vagy a mezőgazdaság iránt érdeklődőket. A lapot, mint ahogy az előbb levetített kisfilmben is láttuk, 2014-ben, 70. születésnapja alkalmából Magyarország miniszterelnöke a Külhoni Magyarságért díjjal tüntette ki, az anyanyelvű tájékoztatás és a magyar közösség érdekében végzett 7 évtizedes tevékenysége elismeréséül. E díj mögött kiváló újságírók és szerkesztők szívós, mindennapi, áldozatos munkája áll, akiknek köszönhetően alap ma is a vajdasági magyarság egyik alapintézménye és a magyar közösség mindennapjainak szerves része. Mindez természetesen köszönhető a hűséges olvasóknak, akik figyelmükkel és előfizetéseikkel támogatják az eddigi és a jövőbeli eredményeket. Kérem, fogadják őszinte elismerésünket a 7,5 évtizedes kitartó munkáért. Köszönjük igazgatóasszony és főszerkesztőasszony odaadó tevékenységét, valamint az alapítók folyamatos támogatását. Bízunk abban, hogy a magyarországi támogatással megvalósuló fejlesztési projektek mielőbb befejezésre kerülnek, sikerre visznek, ami a további színvonalas munkát, Mikszáth szavaival élve az oltárépítést még inkább elősegítik. Boldog 75. születésnapot kívánunk, egyben kívánjuk, hogy még sokszor 75 évig legyen magyar szó, és legyen, aki megírja a magyar szót. És legyünk, sokan legyünk, akik a magyar szót értjük, és akik időt számva egy nyugodt, hagyományos újságolvasásra szenteljük időnket. Ehhez a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága részéről a továbbiakban is minden lehetséges segítséget igyekszünk megadni. Itt szeretném bejelenteni, hogy a 75. évforduló alkalmából Potápi Árpád János államtitkár úr 1 000 000 forint jutalomban részesíti a magyar szót. Kedves egybegyűltek, köszöntöm zárásaként a Hit titkaiban mélyen járatos költőnk Pilinszky szavait idézem.
Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi meglepetés, lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk. Szeretettel kívánok valamennyi jelenlevőnek, a Magyar Szó valamennyi munkatársának és családjaiknak szép és szeretetteljes adventet, az ismerőshöz való megérkezést, az otthonhoz és a szeretteinkhez való hazatalálást. Boldog születésnapot és boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen főosztályvezető asszonynak, és külön köszönjük államtitkár úrnak a jutalmat. Most pedig felkérjük Igor Mirovics urat, a tartományi kormány elnökét, hogy üdvözölje a jelenlévőket. Molimo gospodina Igora Mirovića, predsednika vlade autonomne pokrajine Vojvodine, da uzme reč. Poštovani predsjedniče Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, gospodine Pastor, poštovana gospođo Pirić i Sabo, gospođo Ekrec, predsjedniče Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine, članovi vlade, pokrajinski poslanici, narodni poslanici, izuzetna mi je čast što sam danas u prilici da vam se obratim i da novinarima, urednicima i ostalim zaposlenima, rekao bih i celoj mađarskoj zajednici u Vojvodini i svima nama, u ime pokrajinske vlade, čestitam jedan zaista izuzetan jubilej, 75 godina postojanja i neprekidnog izlaženja lista Mađarso. Dozvolite mi da na samom početku parafraziram jednu rečenicu mog velikog prijatelja, predsjednika naše skupštine, gospodina Pastora, koji je komentarišući ulogu i značaj Mađarsova svojevremeno rekao, komentarišući pre svega ulogu dnevnika, da je dnevnik srednje ime Vojvodine, ono ime koje se kao zaveštanje s ponosom ispisuje u porodične matrikule. Ja bih tome dodao da Vojvodina, bar u sferi štampanih medija, ima dva takva srednja imena. Drugo ime je, razume se, i Mađarso. To najbolje dokazuje 75 godina neprekidnog izlaženja i gotovo 25.000 brojeva koji su za to vreme odštampani. Isto toliko i dana i noći, ogromnog rada i kreativnog napora čitavog niza generacija stručnih i posvećenih ljudi i konačno radost niza pokolenja čitalaca, vernih čitalaca u svakodnevnom susretu sa svojim omiljenim listom. Sve to je zapravo jedna zaista nesvakidašnja istorija i sve to zajedno jeste jedan veliki razlog ne samo za čestitke, nego i za divljenje, za upornost, za istrajnost, za principijelnost divljenja Mađarsovo i zaista velikom jubileju. Informisanje je, dragi prijatelji, izuzetno važan segment svakog demokratskog društva i kada je o manjinskim zajednicama reč, informisanje je sasvim sigurno i mnogo više od toga. Ono je način da se očuva identitet, da se neguje tradicija, da se ne zaboravi, nego naprotiv, da se sačuva jezik i da se u duhu najznačajnijih vrednosti svake od zajednica obrazuju i usmeravaju mlade generacije. Mađarsko je svoju misiju upravo tako i vršio. I to je svakako jedan od razloga za ovako dugo i ovako uspešno trajanje. Želim da kažem da pokrajinska vlada na identičan način, na jedan uporan, rekao bih i dosadan način, pristupa i informisanju na manjinskim jezicima. Ono je danas jedan od osnovnih mehanizama da sve nacionalne manjine, nacionalne zajednice čuvaju i razvijaju svoju samobitnost. I zato danas možemo govoriti o, rekao bih, potpunijoj i finansijski izdašnijoj podršci nego što je to bila ranije listovima
pa institucijama koje, kada je reč o manjinskim zajednicama u Vojvodini, čuvaju sve te vrednosti. To potvrđujem i činjenicom da smo u posljednje 3 godine subvencije na manjinskim jezicima, čiji osnivači su nacionalni saveti nacionalnih manjina, među kojima je i Mađarsko, povećali gotovo za petinu. Činit ćemo to i narednih godina, jer kako jača naš budžet, a danas je u našoj skupštini tema budžet za narednu godinu, jača će i naš kapacitet da to možemo da činimo. A u naše opredeljenje ne treba sumnjati. Naša podrška će biti, siguran sam, predvidiva, kontinuirana, stabilna i želim jasno da kažem, bez bilo kakvih pretenzija da se na bilo koji način mešamo u bilo čiju uređivačku politiku. I kada je reč o listovima i medijima na jezicima nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica, tako isto i kada je reč o onima koji svoje sadržaje objavljuju na srpskom jeziku. Želimo, dakle, punu slobodu, želimo apsolutno istinitu reč, želimo kritiku, želimo dijalog, želimo da Mađarsko i narednih 75 godina, tad naravno neću moći da prisustvujem budućem skupu sa 150. godišnjice, svoju funkciju obavlja na onako dostojanstven i uporan i vredan način na koji je to činio i 75 godina unazad. Srećno, hvala vam. Köszönjük szépen elnök úrnak. Most pedig tisztelettel felkérjük Pásztor István urat, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, hogy köszöntse a jubileumi ünnepség résztvevőit. Molimo gospodina Istvana Pastora, predsednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i predsednika Saveza Vojvođanskih Mađara da uzme reč. Még mielőtt a beszédemet elmondanám, szeretnék köszönetet mondani. Gospodine predsjedniče, želim da se zahvalim što ste nam ukazali časti i prihvatili poziv i prisustvujete ovoj našoj današnjoj svečanosti, ali želim da se zahvalim i na višegodišnjem, da ne kažem višedecenijskom prijateljstvu, razumevanju, saradnji, saborništvu, koji je naročito bio vidljiv, izražen u proteklim godinama zbog pozicije u kojoj se vi nalazite u zadnjim godinama, odnosno zbog pozicije u kojoj se ja nalazim. Mislim da zajednički možemo biti ponosni na način uređivanja odnosa koji zajednički predstavljamo. Mislim da je to jedna izvanredna praksa. Nadam se da će to biti standard na ovom prostoru zbog toga što od toga svako od nas ima koristi. Zahvaljujem se na tome. Fő osztály vezető asszony, szeretnék köszönetet mondani önnek személyesen is a több évtizedes barátságért, odafigyelésért, segítőkészségért, ragaszkodásért, azért, hogy mindig biztos pontként éltük meg önt, bármilyen jellegű ötletünk, elképzelésünk, problémánk volt, mindig a megoldás keresés jellemezte a közös gondolkodást és a segítőkészség. Ezért szeretnék köszönetet mondani, és szeretnék köszönetet mondani Magyarország kormányának azért a jelentős erkölcsi, politikai és anyagi támogatásért, amit az elmúlt években folyamatosan éreztünk és kaptunk, aminek köszönve identitásunkban, szülőföldön való boldogulásunkban napról napra meggyőződésem szerint erősebbek vagyunk. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közösség!
Magyar Szó napilap 75. születésnapját ünnepelve az első gondolat, ami megfogalmazódik bennünk, az induláshoz kötődik, ahhoz a 75 évvel ezelőtti pillanathoz, amelyhez mai együttlétünk közvetlenül kapcsolódik. Tisztelettel és főhajtással gondolunk a napilap elindítását nevével fémjelző főszerkesztőre, Kek Zsigmondra, aki mellett a közmegegyezés alapítónak tekinti Gál Lászlót, Lévai Endrét és Majtényi Mihályt. A 75 éves Magyar Szót ünnepeljük, a vajdasági magyarság leghosszabb ideje megjelenő napilapját. Hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt úgy éljük meg, mintha napilapunk a vidék egyetlen napilapja lett volna, holott igen gazdag múltra tekint vissza ennek a vidéknek a magyar sajtótörténete, ahogyan azt többen alapos kutatásokkal alátámasztva megírták. Az 1944-ben létrejövő új politikai berendezkedés tiltó szóval elérte, hogy az általal életre hívott napilapnak nem volt riválisa a piacon, így ez lett mindannyiunk napilapja, immár 75 éve a nagybetűs újság. Amikor egy politikus beszél, akkor a kritikusok száma hatványozott számban megemelkedik. A politikus mondataival, vagy egy adott ügy érdekében tett erőfeszítéseivel, teljesítményével, nem csak vélt, illetve valós hiányosságaival, mulasztásaival foglalkoznak. Ez fontos és jó hagyomány, kondícióban tartja úgy a politikust, mint a kritikusokat, azzal a különbséggel, hogy utóbbiakat nem nyomja a teljesítés kényszere, ha teszem azt, nincs papír az újság kinyomtatásához, ha fel kell újítani az épületet, vagy modernizálni kell a munkafeltételeket. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert igaz ugyan, hogy a sajtószabadság megsértésének ingét bármikor rám adhatják azok, akik erre önnön magukat hivatottnak érzik, mert értenek ehhez is. Én mégis, mivel a Magyar Szó napilapunk 75. évfordulóját ünnepeljük, arról fogok beszélni, ami az ünnep tárgya, ha tetszik, maga az ünnepelt, az újságról. Nem a szerkesztés politikáról, hanem arról az útról, amit a napilap 75 év társadalom politikai körülményei között megtett. A szabad vajdaság, a vajdasági egységes népfelszabadító front napilapjaként Novi Szádon jelent meg 1945. januárjában 25 fillérért lehetett megvenni, februárjában már 10 dinárért. Mint látjuk, a történelmi és országhatárváltozásokat pénznemben is nyomon követhetjük. 1945. szeptember 27-én azt olvashatjuk a Magyar Szó című vezércikkben, hogy idézem, lapunk mától kezdve nagyobb alakban, új technikai kivitelben és új címmel jelenik meg. Szabad vajdaság helyett ezentúl Magyar Szót vesz naponta kézbe az olvasó. Nem tartalmi változást, hanem lapfejlesztést jelent ez. Lapunk új alakja és címe is azt igazolja, hogy a magyar sajtó, a magyar népjogok szabadon fejlődnek a demokratikus Jugoszláviában. Itt van vége az idézetnek. Ha átlapozzuk az újságot, láthatjuk, hogy választási kampány volt, az idő rövidségére való tekintettel ezekből a hirdetésekből és cikkekből nem idézek, de tanulságos lapozgatni ezeket a számokat. A következtetést azonban, amit az akkori hatalom pontosan tudott, hogy a vajdasági magyarok elsősorban magyarok, levonhatjuk, a névváltoztatást nyilvánvalóan a magyarokat megnyerni kívánó politikai üzenet volt. A vajdasági népfront napilapjának, vagyis a Magyar Szónak a neve felett még több mint 20 évig. Egészen pontosan
1967. április 21-ig ott állt a mondat. Halál a fasizmusra, szabadság a népnek. A második világháború után több mint két évtizedig a napilap címlapján álló szlogén egyszerre volt felszólító mondat, állítás, állásfoglalás, és ha tetszik, burkolt fenyegetés. Oka volt a szlogén jelenlétének, mint ahogyan más idők eljövetelét jelezte eltűnése is. Mint mondtam, a lappal és mellékleteivel, gazdag tartalmával, izgalmas és tartalmas számos információt tartalmazó cikkeivel a sajtótörténészek foglalkoznak, én politikusként az újság helyzetét szeretném érinteni, azzal a céllal, hogy a közelmúltig és a jelenig jussak el, tiszteletem kifejezve a mindenkori igazgatóknak, főszerkesztőknek, szerkesztőknek és újságíróknak, ahogyan a mindenkori és egykori gépírók, lektorok, korrektorok, szedők, tördelők, nyomdai dolgozók munkáját is szeretném köszönettel kiemelni. Azzal, anélkül, hogy teljes alapossággal végigmennék a magyar szó alakulás és fejlődés történetén, kicsit előre szaladva az időben kimondhatjuk. Napilapunk esetében a gépezetben akkor keletkezett a legkomolyabb zavar, amikor baloldali ideológusok és köreikhez tartozó újságírók észlelték az újabb változás szelét. Nem kívántak ehhez csatlakozni, mert a napilap történetében először ez a változás nem neki kedvezett, hanem azt a célt tűzte ki, hogy a magyar szó napilap valósítsa meg önmagát, váljon nagykorúvá és tegye a dolgát. Legyen a közösség napilapja. Úgy vélem, ez akkor, 2008-ban nem szerkesztéspolitikai, hanem elvi kérdés volt. Ezen kitérő után ott folytatnám, hogy az általam felsorolt változások, amik akár a névváltoztatásban, akár abban, hogy 23 év után végre levették a halál a fasizmusról szlogent, akár a Népfront kifejezés eltüntetésében tetten érhető, azt jelezték, hogy a döntéshozók alakultak a társadalomban bekövetkező elvárásokhoz, lazítva a gyeplőn, de kézben tartva az újságot. Az ország szétesését eredményező rettenetes háború Milosevicsi diktatúrát közösen egymásra találva élte túl a vajdasági magyar közösség és az újság. Ekkor történt, hogy az 1990. július 3-ai keddi számában még ott állt, hogy a magyar szó Vajdaság Dolgozó Népe Szocialista Szövetségének napilapja, de a másnapi július 4-i számban az alapító címet viselő vezércik felett üres maradt a fejléc. Ez a vezércik első mondatában kimondásra is kerül. Nevezhetjük történelmi pillanatnak. A folyamat ismertetéshez annyi tartozik, hogy 1990. július 8-án vasárnap pedig úgy vette a kezébe az olvasó lapot, hogy a demokratikus közvélemény napilapja. Akkor az újság a vajdasági magyar közösség részéről is támogatott általános társadalmi elvárást fogalmazta meg ebben. A várva várt demokratikus fordulatot követő években a társadalmi változás azzal járt, hogy a vajdasági magyar közösség azt kívánta, az újság legyen a sajátja, a vajdasági közösség napilapja. Ezt azonban már nem olyan nagy hívvel teljesítették, hiszen a 2002. december 23-ai, 24-ai magyar szó alatt annyi volt olvasható, hogy közéleti napilap. A társadalmi elvárásokat is figyelembe vették, de az identitásbeli meghatározástól távol tartották magukat. Ez alapozta meg az újság történetében bekövetkezett zajos szembekerülést,
aminek eredményeképpen a társadalmi alakulásokat figyelembe véve a közösség napilapjává tettük a magyar szót, még ha fejléc alatt ez nem is olvasható. Tulajdonképpen azok kezéből került ki a napilap, akik baloldali, majd újbaloldali és neoliberális ideológia alapvetés szerint közel 70 évig uralták. Ezt én politikai sikerként könyvelem el. Olyan politikai sikerként, ami a vajdasági magyar közösség érdekeit szolgálja. A szerkesztés politika nem érdekel. Ahogyan azzal se szeretnék foglalkozni, kielégítő-e a magyar szó színvonala. Mert erről, hogy az életben mindenről megoszlanak a vélemények. És egyébként is, az, hogy ma a 75 éves napilapot ünnepeljük, azt jelenti, hogy a 20. századból átértünk a 21. századba, a nyomtatott és online sajtóorgánumok, a blogok, a vlogok, a tweetek és az élőzések korába. Mindenki azt olvassa és azt követi, ami az ízlésének, értékrendjének, elképzelésének megfelel, ez utóbbiról a nagy közösségi hálók gondoskodnak is, hiszen csak azt jelenítik meg a felhasználónak, amit egyébként olvasni és nézni szokott. Az átalakuló társadalmi elvárásoknak való megfelelés jelentette, átalakulás kérdése napilapunk vonatkozásában direkt módon 8 évvel ezelőtt került napirendre, és lássuk be, akkor nem is volt egyszerűen érthető. Ma már a szerbiai, vajdasági, magyarországi, de európai közbeszédben is kvázi alapvetés, hogy az a demokratikus sajtóorgánum, ami baloldali és liberális. Azoknak, akik ellene voltak annak, hogy a magyar szó szellemiségében a közösség napilapja legyen, részben sikerült a figyelmet átterelni személyi kérdésekre, holott nem erről volt szó. Ennek bizonyítéka a 2011. július 24-i újságcikk, aminek újbóli elolvasása úgy a felszólalók nevének felidézésében, mint az általuk elmondottak viszonylatában fontos és tanulságos, mert az időtávlat megmutatta, hogy legkevésbé sem személyi kérdésekről volt akkor szó, hanem arról, hogy kié a magyar szó. A szerbiai demokratikus, liberális közvélemény magyar napilapja, vagy a magyar közösség napilapja. Kenyértörésre került sor ebben a kérdésben, nyílt és egyértelmű módon szembe került a közösségi elvárást teljesíteni kívánó szemlélettel a bal liberális elit. Létezett, kitapintható volt a társadalmi elvárás, hogy a vajdasági magyar közösséget ne ideológia alapon, hanem a közösség igényei és érdeke alapján tájékoztassák. Ez a látszólag egyszerű kijelentés sok rétegből tevődik össze, hogy csak néhányat emeljek itt ki. A nem ideológia alapú, hanem a közösség érdekét figyelembe vevő tájékoztatás nem teszi lehetővé az újságíró számára, hogy akkor is megmondó ember legyen, amikor tudósít. Nem teszi lehetővé, hogy újságíróként a társadalmi politika élet kizárólagos bírájává lépjen elő, mégpedig saját értékrendje alapján. Agyan azt sem teszi lehetővé, hogy mindazokat pellengére állítsa, akik nem úgy gondolkodnak, ahogyan ő, ezzel párhuzamosan pedig azonnal igazságtalanságot kiáltson, ha erre felhívják a figyelmet. A magyar közösség napilapjának reményeim szerint soha többet nem kell ideológiai, pártállami direktíva mentén működnie, de mindenkor fel fog nőni az olvasójához. Ha van tanulsága a magyar szó kezdeti időszakában megjelent létszámok tanulmányozásának, az mindenképpen tanulság, hogy azok, akik akkor megszabták az irányt, nem nézték le az olvasót. Ahogyan a 2011-es történéseknek sok egyéb mellett a mindenki,
Mindenképpen fontos tanulsága, hogy amellett, hogy érezték a társadalmi változások kényszerét, és ellene akartak állni, elkezdték lenézni és kioktatni az olvasót. Nagyon bízom abban, hogy a mai ünnepelt 75 éves magyar szó annak minden munkatársa a magáinak érzi a lapot, és egyetlen dolgot tart szem előtt, a közösség szolgálatát a tájékoztatás terén. Én amellett álltam ki az elmúlt évtizedekben, hogy a napilap nem megmondó lap legyen, hanem tájékoztassa a közösséget. Mielőtt ezen élcelődni kezdene bárki, szeretném jelezni, hogy egy politikus, ha csak nem önmaga ellensége, nem kíván folyamatosan a napilapban szerepelni. Nem kíván annak címlapján díszelegni, mert józan ésszel tudja, hogy ez nem tetszene a saját apjának és nagyapjának se. Egy épeszű ember, még ha politikus is, nem reménykedhet másban, mint abban, hogy a nagybetűs újság, a napilapunk soha többet nem válik pártközlönnyé, ideológiai szőcsővé, hanem olvasmányos napilapként magas színvonalon, kellőképpen felkészült, művelt, a szakma szabályait jól ismerő munkatársak által tájékoztat, megfelelni pedig nem akar senki másnak, csak annak, aki naponta vagy hetente megvásárolja. Tudom, hogy ez akár fellengzős kijelentésnek is tűnhet, de szeretném megjegyezni, hogy mindazok, akik a kommunizmus ide alatt írták a napilapot, meg voltak győződve arról, hogy azáltal, hogy a fejlécről lekerül a dolgozó nép szocialista szövetsége napilapja, ők, az újságot írók is levetik ezt, mint egy régi ruhát. Lehet ezen mosolyogni, de ne feledjük el, az ilyen hit tartott meg bennünket magyarként az elmúlt 100 évben, és nem csak magyarként, hanem közösségként is. Újságunk alakulás története folytatódik, a változás, a fejlődés, a színvonal erősítése mindig kihívás, feladat, a szerkesztőség belső ügye. Ami mindannyiunk ügye, az nem más, mint az, hogy akik az újságunkat írják, a vajdasági magyar közösség érdekét szem előtt tartó elvek mentén, és ne egyéb ideológiai irányok alapján végezzék a munkájukat. Az elkövetkező időkben is maradjon a magyar szó, a magyar közösség napilapja. Ehhez kívánok a magyar szó minden dolgozójának, munkatársának erőt, egészséget és szakmai sikereket. Köszönjük szépen elnök úrnak! A köszöntők után egy különleges produkcióval folytatjuk ünnepi műsorunkat. A Fokos Zenekar 2010-ben alakult Óbecsén állandó tagjai Cseszák Zsombor, Jovánovit Péter, Szabó András és Szerda Balázs. Koncerteket adnak, táncházakban muzsikálnak, tánccsoportokat kísérnek Vajdaságban és Magyarországon, ugyanakkor számos alkalommal eljutottak a Kárpát-medencén kívülre is. A 2018-as év megkoronázásaként a zenekar megnyerte kategóriáját a Fölszállott a páva döntők döntőjének nevezett vetélkedőjén. Céljuk a magyar népzene, ezen belül különösen a délalföldi magyar tambura muzsika lehető legszélesebb körben való megismertetése. Meg szeretnék mutatni a fiataloknak, hogy a népzene, a népi kultúra nem a múlt, nem egy múzeumi darab, amit csak üvegfalon keresztül szemlélhetünk, hanem igenis élő, időtálló és örökérvényű. Nevelni, tanítani szeretnék a fiatalabb nemzedéket, hogy legyen, aki idővel majd átveszi tőlük a stafétát. Ma kalotaszegi dallamokat adnak elő, közreműködik Sterbik László. Nakon pozdravnih govora sledi specijalna produkcija, nastup ansambla narodne muzike Fokoš, koji je osnovan 2010. godine u Bečeju.
Stalni članovi su Žombor Česak, Peter Jovanović, Andraš Sabo i Balaš Serda, a ovog puta im se pridružio i Laslo Šterbik. Nastupaju na koncertima, sviraju na svečanostima, prate narodne plesne ansamble u Vojvodini i Mađarskoj. Prošle godine u svojoj kategoriji osvojili su prvo mesto na prestižnom takmičenju Felsalot Opavo u Mađarskoj. Njihov cilj je promovisanje mađarske narodne muzike i naročito južno-nizijske tamburaške muzike. Žele da podučavaju mlađe generacije koje će vremenom nastaviti tradiciju. Sada će izvesti muziku iz Kalotasega. Molimo vas, pozdravimo ih s ljubavlju. Fogadjak őket szeretettel. Thank you.
Köszönjük szépen a Fokkor zenekarnak. Tisztelt egybegyűltek, kedves vendégeink, elérkeztünk rendezvényünk legünnepélyesebb pillanatához, az idei díjak átadásához. A közel 200 főt foglalkoztató Magyar Szó Lapkiadó Kft. Idén is több díjat, kitüntetést oszt ki. Összesen 5 személy részesül elismerésben. Poštovani prisutni, dragi naši gosti, stigli smo do najsvečanijeg trenutka ove jubilarne manifestacije, a to je uručenje ovogodišnjih nagrada. Novinsko-izdavačka kuća Magyar Szó, koja zapošljava blizu 200 ljudi, ove godine dodeljuje 5 priznanja. A Magyar Szó szerkesztőségének egyik idei életműdíjasa, Árok Ferenc, lapunk nyugalmazott jegyzetírója, akit nem csak újságíróként, hanem edzőként és sportvezetőként is sokan ismernek Kárpát-medence, illetve világszerte. Kérjük, tekintsék meg a róla készült kisfilmet. Dobitnik nagrade za životno delo je Ferenc Árok, novinar, kolumnista u penziji, koji je poznat u karpatskom bazenu i svetu i kao sportski radnik, trener. Pogledajmo kratki film o njemu. Tornatanár voltam az iskolában, és szerveztem egy versenyt, és akkor a Magyar Szó is írt rólunk. Olyannyira, hogy a végén már nekem kellett, hogy hozzam az eredményeket, és így kerültem a Magyar Szóhoz. Mindent, amit aztán elértem labdarúgásba, és Magyar Szón keresztül jött. Úgy kezdődött minden. Abban az időben volt a sportnak a legnagyobb ereje, mert hogyha valami nem jelent meg a Magyar Szóban, és a következő napon már legalább 10-20 hívták, hogy hol van, mi történt. Életem legszebb részei itt voltak le. És ennek köszönhetem, hogy aztán az egész világot körüljártam, ennek köszönhetem, hogy kint voltam Ausztráliában. Mert minden azon keresztül történt, hogy a Magyar Szót elolvasták kint, és hát akkor úgy közelítettek meg engemet, úgy jött a kapcsolat, úgyhogy ez a 30 év megint csak a Magyar Szóhoz kötött. Vagy szereted azt, amit csinálsz, vagy nem. Ha igen, akkor hajlandó vagy befektetni mindent, a tudásodat, szabad napokat, a napi munka az nem az van, hogy csak hát leírom azt a, nem tudom, két slájf, mit ahogy mondtuk mi abban az időben. Próbáltam tudni mindent, ami az én sportomban történik. Engemet olvastak azért, mert én azt írtam, amit én tudtam, és a többiek nem tudhatták. Gratulálunk Árok Ferencnek! A Magyar Szó szerkesztőségének másik idei életműdíjasa, Kabó Kerika, a főszerkesztő helyettese, a szabadkai szerkesztőség vezetője, a Hétvége melléklet szerkesztője, aki mindenkor, mindenhol büszkén vallja, hogy több mint 3,5 évtizede a Magyar Szó szerkesztőségének tagja. Kabó Kerika emellett a Magyar Televízió munkatársa is, így tevékenysége révén nagy mértékben befolyásolja azt, hogy az anyaországi magyarokban milyen kép él rólunk, vajdasági magyarokról. Kérjük, tekintsék meg a róla készült kisfilmet. Nagrada za životno delo dodeljuje se i Eriki Kabok, zamenici glavnog urednika lista Magyar Szó, šefu subotičke redakcije, urednici vikend dodatka Hétvége, koja je veoma ponosna na to što je član redakcije više od 3,5 decenije. Erika Kabok je pored toga saradnik mađarske televizije i na taj način u ogromnoj meri doprinosi stvaranju slike o nama, vojvođanskim Mađarima u matičnoj zemlji. Evo i kratkog filma koji smo pripremili o njoj. Amikor én elkezdtem a Magyar Szóba dolgozni, akkor 100 újságíró volt. Nem volt egyszerűen szék, ahova leültessenek.
Engem egy év után a művelődési rovatra irányítottak, és ott oktatással foglalkoztam, és azt gondolom, hogy ott tanultam meg a szakma alapjait, akkor tanultam meg, és azt gondolom, hogy az újságírásnak ez az egyik alapja, hogy kiépítsem a kapcsolataimat. Ha újra kéne pályát választani, akkor nyilván újra újságíró lennék. Ez egy életforma. Én itt nőttem föl, 26 évesen kerültem ebbe a cégbe, és formálódtunk együtt. 15 évvel ezelőtt kezdtem el a hétvégét szerkeszteni, és azt gondolom, hogy révbe értem. Tehát a hétvége szerkesztése nekem olyan, mintha megérkeztem volna oda, ahová egész pályám ideje alatt készültem. Nagyon szeretem csinálni, nagyon sok örömmel, bosszúsággal jár, mint minden más munka, de én még magis is tudok lelkesedni minden jó kéziratért, minden jó lapszámért. Több olyan sorozatot közöltem a hétvége szerkesztőjeként, amiről vagy egyáltalán nem írtak, vagy nem foglalkozott vele a Magyar Szó, vagy csak keveset. Hogyha visszatekintek erre a sok-sok évre, akkor nagyon büszkén látom azt, hogy rengeteg fontos dolgot megírtam, nagyon fontos emberekkel dolgoztam, és én azt gondolom, hogy a Magyar Szó szerkesztősége az a vajdasági magyarság egyik szellemi központja, olyan szellemi tőke halmozódott itt föl az évek során, és van most is ebben a szerkesztőségben, amire büszkék lehetünk. A Magyar Szó idei újságírói díjának kitüntetettje Máriás Endre, a Labzentai szerkesztőségének vezetője és a Tiszavidék rovat vezetője, akinek személyes hangvételű jegyzetei, interjúi és riportjai nagy népszerűségnek örvendenek a Magyar Szó olvasói körében. Máriás Endre emellett a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöke is, és ebben a minőségében jelentős szerepet vállal a Vajdasági Magyar Újságíró Társadalom újraszervezésében, illetve az utánpótlás nevelésben is. Kérjük, tekintsék meg a róla készült kisfilmet. Novinársku nagradu lista Magyar Szó, ove godine dobija Endre Máriás, šéf Szentjenszke redakcie i šéf rubrike Tiszavidék, čije su beleške interviúi i reportáže izuzetno omiljene u krugu čitalaca lista Magyar Szó. Endre Máriás je predsednik udruženja mađarskih novinara Vojvodine i na toj funkciji ima važnu ulogu u reorganizaciji Vojvođanskog društva mađarskih novinara, kao i u edukaciji podmlatka. Molim vas, pogledajmo film o njemu. Pontosan 15 évvel ezelőtt kerültem a Magyar Szóhoz, először a Képes Ifjúság fő- és felelős szerkesztője voltam, aztán 6 évvel később a Magyar Szó újságírója lettem. Tehát pénteken nekem van 0,75. Én nagyon büszke vagyok az Entai szerkesztőségre, mert azt gondolom, hogy egy nagyon dinamikusan fejlődő csapatról van szó, sok fiatallal, akik nagyon jól be tudtak illeszkedni. Hogyha azt mondjuk, hogy újságírónak lenni életformát jelent, akkor azt hiszem, hogy Magyar Szósnak lenni életérzést jelent, ugyanis óriási hagyománya van ennek a lapnak, amelyhez valamennyünknek fel kell nőnünk, akik itt dolgozunk, és azt a szellemi közösséget képviselni, amelyet az elődeink az elmúlt 7,5 évtized alatt kialakítottak, csak is a legjobb teljesítménnyel és a legnagyobb odaadással lehet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez óriási felelősséggel is jár valamennyünk számára, hiszen nap mint nap és minden percben meg kell felelnünk azoknak a követelményeknek, amelyeket az elődeink támasztottak elénk, és azoknak a hagyományoknak, amelyet a Magyar Szó képvisel, hiszen azt gondolom, nem véletlen az, hogyha ma bárhol itt Vajdaságban egy magyar ember kimondja azt, hogy megírta az újság, akkor mindenki tudja azt, hogy a Magyar Szóra gondol. A Magyar Szó szerkesztőségének feltörekvő tehetségdíját idén Patyi Szilárd, a Lap szabadkai szerkesztőségének újságírója érdemelte ki, aki fiatalkora ellenére szerteágazó ismereteket és széleskörű műveltséget igénylő írásaival járul hozzá a lap hírnevének öregbítéséhez, illetve arculatának formálásához. Tekintsük meg a róla készült kisfilmet.
Nagradu redakcije lista Magyar Szó za mlade talente ove godine dodeljujemo Silardu Paćiju, novinaru subotičke redakcije našeg lista. Uprkos mladim godinama, svojim člancima koji se temelje na obimnom znanju i visokom kulturnom nivou, on u velikoj meri doprinosi renomeu i formiranju identiteta našeg lista. Pogledajmo sada kratki film i o njemu. November 2017-ben kerültem ide a Magyar Szóba, tehát éppen nemrégiben fejeztem be az egyetemet. Eredetileg ugye tanári végzettségem van, de valami új kihívást kerestem. Nagyon hálás vagyok, hogy a Magyar Szóban azt csinálhatok, amit legjobban szeretek. Kaptam a Sándor Zoltán egy külön tárcát is a szabadkai rovaton belül, ez a szabadkai históriák. Magam én inkább úgy élem meg, hogy inkább egy biztatás, tehát hogy most talán jó fele indultam. Ez a díj arra való, hogy igen, biztosulnak, hogy ezen az úton menjek tovább, valamint hogy ne adjam egy szint alá most már a munkám során a minőséget. Én úgy érzem, hogy most ez a díjat, amit kapok, ezt ugye nekem adják, de valójában a szabadkai szerkesztőség kapja, hogy ki tudott nevelni egy olyan és újságírót, mint én. Most pedig áttérünk a Fórumnyomda díjának átadására. A 2019. évi Fórumdíjat Dragan Todorovitja nyomda munkaközösségének oszlopos tagja érdemelte ki, akinek több évtizedes tevékenységét mindenkor a szakértelem, a pontosság és az elhivatottság jellemzi, amivel minden helyzetben példát mutat kollégáinak. A sada sledi nagrada Štamparije Forum. Nagrada Forum za 2019. godinu pripala je Draganu Todoroviću, dugogodišnjem članu Štamparije. Njegov višedecenijski rad karakteriše stručnost, tačnost, odanost poslu, čime uvek daje primer mlađim kolegama. I o njemu smo pripremili kratki film. U Mađarsku sam počeo raditi 1994. kao pripravnik i onda sam napredao preko električara do šefa servisa. Za Mađarsku znam od malih nogu, gdje sam slušao priču o Mađarsku i bio u Mađarsku jer je moja majka radila u ovoj firmi. Ako bi trebao da opišem moje iskustvo u radu u štampariji, rekao bi da je zajednički cilj svih nas zaposlenih visok kvalitet proizvoda i poštovanje rokova isporuke. To znači što se tiče mog odjeljenja da uz redovno održavanje i nabavku rezervnih delova imamo što manje zastoja na mašinama. Trudimo se da domaćinski poslujemo jer je ovo ipak naša druga kuća i ovdje provodimo dobar deo dana i života. Za ovo mesto me veže dugogodišnji staž i dobri ljudi koji rade u ovoj štampariji i koji su delili svoje radne iskustva sa mnom i trudili se da što bolje naučimo ovaj posao. Tisztelettel felkérjük Ökrész Rozáliát, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Igazgatóját, Varjú Mártát, a Magyar Szó főszerkesztőjét, és Berta Zoltánt, a Fórum Nyomda segédigazgatóját, hogy adják át az elismeréseket az idei díjazottaknak. Molimo Rozaliju Ekres, direktorku Novinskoj izdavačke kuće Magyar Szó, Martu Varju, glavnu urednicu Dnevnog lista Magyar Szó, i Zoltana Bertu, pomoćnika direktora Štamparije Fórum, da uruče ovogodišnje nagrade. Sa tím, és ezzel megkérjük Árok Ferencet, hogy fáradjon a színpadra, és vegye át a Magyar Szó életműdíját. Molimo Ferenca Ároka da primi nagradu za životno delo.
Kérjük szépen Kabók Erikát, hogy vegye át az életműdíjat. Malima Eriku Kábok de Primi Nágradu za životno delo. Kérjük Máriás Endrét vegye át az év újságírójának járó díjat. Malima Endre a Máriása de Primi Nágradu Noviner Godine. Kérjük Patyi Szilárdot, vegye át a feltörekvő tehetség díjat. Malima Szilárda Pácsia, de Primi Nágradu za mlade talente. Kérjük Dragan Todorovićot, vegye át a fórum díjat. Malima Dragana Todorovića, de Primi Nágradu fóruma. És akkor még egyszer gratulálunk minden díjazottnak, akiknek további sikeres és eredményes munkát kívánunk. Čestitam svim nagrađenima i želimo im puno uspeha u daljem radu. I još jedan veliki aplauz za sve. Most pedig engedjék meg, kedves vendégeink, hogy ismertessük az idén jubiláló munkatársak névsorát, együtt tisztelegve azon kollégák előtt, akik 10, 20, 30, 35, illetve 40 éve a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Dolgozói, és ez alatt az idő alatt jelentős mértékben hozzájárultak cégünk és lapunk hírnevének öregbítéséhez. Assada, drági gazdi, dozvolite nem, da saopštimo imena onih kolega koji su ove godine jubilarci, odnosno koji 20, 10, 30, 35 i 40 godina rade u novinarsko-izdavačkoj kući Mađar Su i koji su tokom niza godina u velikoj meri doprineli povećanju ugleda firme i našeg lista. 10 éve van a cégnél Pešepski Evelin, Lukács Enikő és Bozsóki László. 10 godina rada slavi u ovoj kući Evelin Pešepski, Enike Lukács i László Bozsóki. 20 éves jubileumot ünnepel Dostán B. Klára és Lukács Melinda. 20 godina rada kod firme slavi Klára Dostán Beskorvajni i Melinda Lukács. A Magyar Szó Lapkiadó Kft.-nél 30 évet töltött el Budai Veszna, Fájn Sztefán, Gombár Edit, Osztrogonács Péter, Pálenkás Ágnes, Szabjár Magdolna és Újházi Eszter. Tačno 30 godina su proveli u Magyar Szó Veszna Budai, Stevan Fajin, Edit Gombar, Peter Ostrogonac, Agnes Palenkaš, Magdolna Sabjar i Ester Ujhazi. Kolléganőink közül 35 éve áll alkalmazásban Kardos Uzelác Erika, Lányi Valéria, Miglici Magdolna és Somogyi Márta. 35 godina je u radnom odnosu Erika Kardos Uzelac, Valerija Lányi, Magdolna Miglinci i Marta Somogyi. Negyven éves jubileumot ünnepel Béric Pomenka, Borovic Zoltán és János Endre. Veliki jubilej, 40 godina rada slavi Spomenka Berić, Zoltán Borovic i Endre Jánosi. Valamennyiüknek gratulálunk és köszönjük lelkiismeretes és odaadó munkájukat. Čestitamo svima i hvala za dugogodišnji rad i trud. Tisztelt egybegyűltek, kedves vendégeink, rendezvényünk folytatásában egy újabb különleges produkció következik. A Topolyai Cirkalomtánc Együttes a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ alapító, valamint reprezentatív csoportja.
Tagjai olyan fiatalok, akik szívügyüknek érzik a magyar kultúra őrzését, ápolását és ennek tovább örökítését a jövő nemzedékekre. Teszik ezt oly módon, hogy vajdaság szerte nevelik, oktatják a fiatalokat a magyar néptánc és népzene szépségére és tiszteletére. Az együttes fennállásának több mint 30 éve alatt számos versenyen és fesztiválon tett tanúbizonyságot arról, hogy előadásaik hűen tükrözik a színpadon a magyar paraszti kultúra sokszínűségét. Többszörös nívódíjas és 11-szeres kiválóan minősült táncegyüttes, három Martin plakett tulajdonosa. A felszállott a Páva tehetségkutató verseny 2014-es évadának néptáncegyüttes kategóriája győztese. Előadásukban a Vigyetek át a Tiszán című koreográfiát láthatjuk, amelynek koreográfusai Resóczki Roland és Vázsonyi Csilla, a Cirkalom táncegyüttes művészeti vezetői Kis Imre Árpád és Savelin László, kísér a Fokos zenekar. Poštovani prisutni, dragi naši gosti, u nastavku programa slijedi još jedna specifična produkcija. Ansambl narodnih igara Cirkalom je osnivačka i reprezentativna plesna grupa Mađarskog kulturno-umetničkog centra Kodaj Zoltan u Bačkoj Topoli. Njeni članovi neguju kulturu i tradiciju mađarskog naroda tako što širom Vojvodine obučavaju mlade. Za više od 30 godina postojanja učestvovali su na nizu takmičenja i festivala i osvojili veliki broj nagrada i priznanja. U izvođenju grupe Cirkalom gledat ćemo koreografiju pod nazivom Vidjetak Ato Tisan, ponesite me preko Tise. Koreografi su Roland Rešocki i Čila Važonji, umetnički vođa ansambla je Arpad Kišimre i Laslo Šavelin. Grupa Cirkalom nastupa u spratnju ansambla narodne muzike Fokoš. Fogadják őket szeretettel. Pozdravim a iszlő bevlyú.
Köszönjük szépen a Cirkalom Tánc Együttesnek és a Fokor Zenekarnak. Tisztelt egybegyültek, kedves vendégeink, ezzel ünnepi műsorunk végéhez értünk. A díjazottaknak még egyszer gratulálunk. Önöknek pedig köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, és egyben megkérjük önöket, hogy a szimultán fordításhoz használt fülhallgatókat szíveskedjenek a székeken hagyni. Szeretettel várjuk önöket a színház kistermébe, ahol kötetlenebb formában folytathatjuk a közös ünneplést. Viszontlátásra! Poštovani prisutni, dragi gosti, ovim završavamo svečani program povodom jubileja Lista Mađar su. Nagrađenima još jednom čestitamo, a vama se zahvaljujemo što ste svojim prisustvom uveličali naše slavlje i molimo vas da slušalice za simultani prevod ostavite na sedištima. Pozivamo vas u malu salu pozorišta gdje u zakusku nastavljamo zajedničku proslavu. Doviđenja!